Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Sávval szemben legújabb adásában. Én Bence vagyok, és itt ül mellettem Gábor. Sziasztok, így van, legújabb, legfrissebb, és ez igazi Sávval szemben adás, tehát így ez, van. Amiért készül a műsor, tehát így van. Ez az, amikor van miről beszélni, és van értelme beszélni. Mi van a terítéken? Ez a Bo Burnhamnek az Inside című ilyen performance Netflix special műsora tulajdonképpen másfél óra nagyon kemény, tömény utazásra invitál minket. Azt kell, hogy mondjam, hogy eleinte engem ez annyira nem érdekelt. Az öcsém kezdte el otthon lejátszani mobilról a Spotify-on ennek a specialnek a dalait, és úgy egy ideig csak így hallgattam, ment, játszottunk, és az alatt rakta be, és úgy fölfigyeltem a szövegre. Tudod? Mert hallgattam, tangli, el lehet rá faszkodni a játékokban, minden, és aztán hirtelen meghallottam a szöveget, így elkaptam belőle foszlányokat. Mondom, ez komolyan? Az Instagramos nőkről szól ez a dal, és elkezdtem fülelni. És hallgattam a szöveget, és azt mondom, na jó, én ezt látni akarom. Egyáltalán mi ez az egész? Mert azért ez egy nagyon, ahogy te is mondtad, hogy ez egy speciális eset ám, itt egy olyan utazásra invitál meg titeket valaki. Kicsit egy ilyen irodalmi példát tudok mondani, hogy a Karintinak volt az Utazás a koponyám körül című regénye, ami egy nagyon személyes ikletettségű sztori. És nem is mondanám igazából olyan regénynek, mint egy klasszikus regény, de nem is mondanám egy ilyen önéletrajzi műnek, hanem inkább elmond egy korszakot az életéből, bevezet egy élethelyzetbe. Na ez valami nagyon hasonló, ami itt történik, mert itt beleláthatunk egy férfinak, itt aki készíti ezt az egészet, a Covid időszak alatt készített home videóiból összeálló montázsgyűjteménybe, ami igazából nem is alkot egy koherens egészet, de mégis. Igen. Tehát, hogy ezek igazából zenés és stand-up comedy is, de inkább zenére kihegyezett ilyen homemade musical gyűjtemény, zenés gyűjtemény, ami elsőre tényleg, ahogy te is mondod, lehet, hogy zeneileg nem a legbikább, amit az életedben hallottál, de itt a szöveg van a centrumban. És ez egy nagyon-nagyon érdekes. Igen, meg mellé a vizuál. Igen. Tehát a szöveg és a vizuál, mert úgy kapsz igazi képet, mert amikor én ezt az Instagramosat hallgattam, úgy, ahogy elcsíptem belőle, mondtam, hogy ebbe van valami craft. És megfogta a fantáziát, és én ezt látni akarom. És hát igen, elkezdtem nézni, és tömény. Hát tömény. Nagyon tömény, és kemény utazás, ugyanis én úgy gondolom, hogy annyi minden témát lefed a jelenlegi kultúránkról, társadalmunkról, hogy egy olyan szintű görbetükör, hogy nem hiszel, én úgy gondolom, hogy sokan egyébként nem nézték végig. Mert amikor egy-két ilyen dalt meghallgatsz, és mondjuk fel tudod venni azt a bizonyos inget, ami igen, ott rád illik, akkor az lehet, hogy egy olyan tükör, hogy inkább na, azt mondod, hogy én ezt nem folytatom tovább, ezt az utazást. Nagyon érdekes, mert azért itt három együttállás van. Tehát egyrészt ennek a srácnak végig tudjuk követni a Covid alatti mentális torzulását, befordulását. Konkrétan depresszióba zuhanását. Egy depresszióba zuhanást. Ugyanakkor a pszichéjén keresztül át egy ilyen érzelmi utazáson végigmegyünk, akkor kiderül a történetekből, hogy gyakorlatilag 5 évig abba hagyta a stand-up comedy-t, visszavonult, mert pánikrohamai voltak, de pont mikor újra közönség elé akart állni, belecsöppent a Covid, és egy közlési kényszerbe is kerülünk, amit ő azért ki is fejt, hogy itt mindenkinek közlési kényszere van neki is. Tehát itt azért 5 év belül megfogalmazódott, felgyűlt kritika ömlik rád társadalom
irodalomkritika, önreflexió, stand-up kritika, filmkritika, színészkritika, színházkritika, streamer kritika, gamer kritika, kritika, reakció, videókritika, tehát ezekről mind beszélnünk kell. És nyilván egy zenei performance is, és ötlet arzenál, ami rádömlik, tehát hogy itt te tényleg egy eszenciát kapsz, aminek van egy, tehát az eszenciának van egy jó értelme, hogy egy kivonat, de ugyanakkor olyan eszencia, mint hogyha, itt tudom én, ilyen bor eszenciát kéne innod. Igen. És akkor így az első kort nagyon finom, külön-külön, de az, mit tudom én, már az ötödik pohár muskotályos, az fekszi a gyomrot. Igen. Tehát, hogy... Igen, nem igazán ad feloldozásokat benne. Nem. Hanem ránt egyre mélyebbre. Igen, mert itt azért 5 év felgyülemlet közlési kényszere zuhan rád másfél órában. És másfél órában összesűrítve 1 év. Érzelmi, igen, és nem is tudom milyen hullámvölgyeivel, és egyre mélyebbre, mivel mondod, itt egy egyre mélyebbre való zuhanásba vagyunk benne, ezért a feloldozás nem jön, mert nem jöhet. És még a végén sem kapsz úgy igazán. Ja, hát nem. Ez egy nagyon különleges produktum. Nem is vagyok... Tehát... Egyébként kapott, ha jól tudom, Emmyt is. Uh-huh. Nyert uh-huh. vele. Hát azt hiszem, hogy ez is egy olyan embertípus, akit itt láthatunk, hogy ilyen, hogy valójában ez a srác, mikor azért volt szerencsénk látni abban a borzalmas filmben a címe? Ígéretes fiatal. Úgy azért nem néztem volna ki abból, hogy ez egy ennyire kreatív, és egy ennyire impulzív és tehetséges fazon. Igen, tehát, hogy azért vannak emberek, akikre így rászakad a tehetségből talán egyel több, tehát, hogy egyszerre itt egy zeneszerzőről, egy hangszerelőről, egy énekesről, egy stand-up comedisről, és egy színészről beszélünk, és... És hogy, még a kamerament, meg fényelőt ne is mondja. Igen, és hogy még közben azért van egy rálátás, egy jó filmes szeme is van, és ezen az egy helyszínen nagyon kreatív ötletekkel valósít meg brutálisan erős kritikákat, és ezekbe bele fogunk menni. Tehát, hogy itt azért ez egy olyan fokú szellemi teljesítmény, hogy lehet mondani azt, hogy nem a legjobb énekes, lehet mondani, hogy nem a legjobb dalszerző, lehet mondani, hogy nem a legjobb hangszerelő, lehet mondani, hogy nem a legjobb stand-upos, de hogy ilyen all-in-van egyben, tehát, hogy így azért egybe az az élmény, hogy na bakker, ezt hány ember tudná megcsinálni? Tehát, hogy nem egy másfél órás ilyen műsort, hanem egyáltalán bármilyen egy műsort. Egy tíz percet se. Tehát nyilván vannak Magyarországon is ilyesmi karakterek, mondjuk egy Hajós Andrásban megvan egy ilyen fajta együttállás. Jó, de például a szomszédnéni produkció most Isten bocsássa meg, mert ők utaznak még ilyen zenés, humoros, hát, kritika igen, meg a Bruti, meg a nem tudom jó, ki, tehát hogy... Tehát, szerintem. Hogy azért, amikor így egy ilyen két tábortűzi akkorddal valaki majomkodik, azért az nem ez a szint. Tehát itt azért lehet hallani, hogy egy-egy akkordfűzés, érzek benne egy jó adag musicales hatást, meg kicsit ilyen gicses hatásokat is. Valószínű színházi színészképzést kaphatok. Én is arra gondolok az éneklésből adódóan, de a teljesítmény az elvitathatatlan. Lehet, hogy ez, mint egy lemez nekem nem működne, ha csak a zenét nézem, lehet, hogy ez, mint film nem működik, de egybe, mint kritika, nagyon különleges, és az biztos, hogy ez egy nagyon tehetséges srác. És ez egy nagyon különleges élmény. Igen, ne hagyjátok ki, nézzétek meg, mert maximum többek lesztek tőle. Igen, ezért van értelme valamit elkészíteni. Tehát igenis benne van ugye menet közben, hogy már úgy beszél róla, hogy ez sose készül el, sose kerül ki, csak csinálom, mert csinálnom kell, és ebből jön egy végtelen őszinteség, ami az egészet átitatja, hogy hatásvadásznak tűnik sok helyen, amit csinál, de mégsem az, mert végig átszövi az egészet, hogy ezt lehet sose publikálom. Igen. És így új értelmet nyer egy csomó gesztus, tehát fölmerül az emberben, mikor mondjuk elsírja magát, mert összeomlik, hogy ez most a kamerának egy kijátszás, de nem. De valójában nem az.
Persze egy színésznél ez mindig ott van az emberben, hogy őszinte vagy őszintétlen, amit lát. Én merem hinni, hogy ez egy nagyon őszinte dolog. Hiszen ezt nem pénzelte senki. Igen. Ez egy ilyen, szerintem egy túlélési metodika volt ennek hát a srácnak. Hát ő egy interjúban elmondta, hogy amikor beütött neki, amit el is mond, hogy amikor beütött neki a Covid, érezte, hogy olyan szintű depresszióba kezd el zuhanni, hogyha nem csinál valamit, akkor tényleg, ahogy nem egyszer elmondja ott a történetben, hogy golyót repítene a fejébe, azt mondta, hogyha nem kezd most el valamit hirtelen csinálni, és azzal foglalkozni, amíg ez az egész Covid le nem zajlik, akkor valószínűleg golyót repít a fejébe. Hát tehát igen. Olyan szintű elkeseredéssel fogod bele ebbe az egészbe. Igen, és áthatja egyébként ez a fajta szellemiség. Tehát olyan bohózatok ezek, amiben úgy azt érzed, hogy ez a... Hát, hogy itt igen, megy egy comedy, de mondjuk... De úgy nem nevetsz rajta, igen, jó íze. Tehát vannak poénok, de nem tudsz rajta nevetni. Nem tudsz rajta nevetni, mert kegyetlen a... Nem, ez igazából egy végtelenül őszinte látlelet a társadalomról. És persze vicces, nagyon sok minden vicces, csak... Hát, ha egyszer tudtam rajta úgy nevetni, igen. De nem azért, mert rossz, hanem azért, mert húsbavágóan kemény. Igen. Tehát húsbavágóan kemény, és azt is úgy kell nézni ezt az anyagot, hogy teljes legyen a kép, aztán menjünk bele a részletekbe, hogy azért ez egy amerikai közönségnek készül. Tehát szerintem azért európai fejjel nézve ezt kicsit szájbarágós. Tehát, hogy szerintem akár a mi műsorunkból is kiindulva azért talán ennyire nem szoktuk didaktikusan, bár mi is néha túlmagyarázzuk a dolgokat, de európai szellemben egy kicsit didaktikus helyenként ez a kritika, hogy háromszor kimondja, hogy a fiatalok meg a telefonjukkal való kapcsolat, meg zoomer, meg boomer generáció, de ez egy amerikai közösségnek kell ez a fajta szájbarágos, hogy mondjuk ki még akkor három verszakon keresztül azt, ami már az első verszakban finoman nekem tök működött. FaceTime with my mom például. Igen, tehát hogy minden egy fokkal túl van magyarázva, hogy megértse a hülye amerikai. Ez azért picit rányomja a bélyegét, tehát ez nem csak egy ilyen szörmentén lesz a kritika kimondva, hanem ott úgy alá lesz húzva kétszer. Igen. Hogy én az Instagramot kritizálom, én a nem tudom mit kritizálom, de ha ezen túl tud az ember, fölül tud emelkedni, akkor egy nagyon jó szellemi utazásra invitálja abszolút, meg ez a sztori. Abszolút. Na, menjünk már bele, spoileres, hát az igazából ez nem spoileres, ezt még mindig ajánlom, mert itt gondolatok vannak, hát ezt nem lehet visszaadni. Persze, de azért menjen spoileres. De azért spoileres. Melyik témák az, ami téged így megfogott, hogy nagyon megmaradt? Hát mondom neked, hogy melyikek. Van ugye a komedi. Uh-huh. Tehát jó, az mondjuk még talán a viccesebb kategória, de ott is azért már fogalmaz meg dolgokat. Hát akkor egyértelmű, hogy az Instagramos. Igen. A How the World Works, hogy hogyan működik a világ. Az Oknival, az Mr. Zoknóval. Igen. Akkor a Welcome to the Internet. Uh-huh. Igen. Ezek a problematic, amikor ott a kereszten, tudod. Igen. Fú. Jó. Menjünk már rajta végig, akkor ugye az egyik nagyon erős pontja szerintem az Instagramos kritika. Talán ott lehet érezni a legtöbb energiát, hogy itt minden egyes olyan Instagramra kiposztolt közhely és elcsépelt dolog, amitől egy nő magát egyedinek hiszi. Igen. Ezekből van egy tárház bemutatva, mindezt nem egy dalba. Nem csak szövegben, de megnézed vizuálban. Vizuálisan is, és az a hamisság, ami ahogyan például beállít egymás mellé könyveket, meg rátesz kaktuszokat, és megcsinálja ebbe az inger szegény tényleg egy ilyen kiszuperált csónakház hátsó odujába ezeket a képeket, meg amikor levendulát tesz a szemére, vagy nem tudom milyen meg növény. Meg a bögrén, amin van egy Martin Luther King, és a gyűrűk urának tulajdonítják. Igen. Vagy a gyűrűk ura idézet, és a Martin Luther Kingnek. De mind a kettő legalább ugyanekkora blama. Tehát az a,
az Instagramon fellelhető közhelyesség, és azért ezekből még némelyik... Igen, amikor bedugja a sólámpát, de látszik előtte, mint egy szerencsétlen, hogy nem tál bele a konnektorba, és aztán a tökéletes fényeléssel elkészül a kép, vagy amikor az egyik arcára negatív dolgok vannak tollal fölírva, majd elfordítja, és csak pozitív, meg ez a body positivity, de ugye a legtorzabb formában, és némelyik ilyen instagramos nő ugye rendelkezik Twitterrel, vagy akár megelevenedik podcastekben is, hát ezt a típust, hát ezt, tehát erről lerántja a leplet, és hát kíméletlenül, tehát... A vizes lepedő rával húzva. Hát figyelj, itt kőkövön nem marad az Instagram felszínességével, de az egészben a legnagyobb fricska az, hogy milyen, látod azt a tényleg majdnem disznó környezetet, amiben készül, hát nyilván igen, annyi cucca van szegénynek, hogy nem fér el tőle, én is néha itt, mint a Laokon csoport a kábelek között élek, tehát én át tudom ezt érezni, de hogy megcsinálja azokat a vizuális effektusokat otthon, és közben néha kisvenkel a kamerából, és így látod mellette, igen, azt, hogy körülbelül a kuka mellett fotózta be a kaját. És ebbe az egy montásba egy olyan fokú kritika van benne, ami szerintem az egész Instagram generációt. Igen. És annak azt a hazug személyiségét. Hát meg ugye ez most a mennyország? Vagy csak egy egyszerű Instagram poszt? Hát nehéz eldönteni, hogy most tényleg ránk szakadt a mennyország, és ebben élünk, vagy egy végtelenül, meg tudod, ahogy így bemutatja, hogy egyben ez egy használati utasítás is, hogy hogyan válhatsz trendi csaján, mert ebből tudod jön, hogy nem olvastam könyvet, de muszáj mutatnom, hogy olvasott vagyok, tehát a könyvet fotózd, szeresd a természetet, nem kell egészségesen étkezned, de fotózd be az egészséges kaját. Az avokádót. De az avokádót fotózd be. Ez fontos. Tehát, hogy ezekben azért ilyen nagyon finomságok is vannak. Mutasd, hogy fogod a kezed a pároddal, tudod. Persze, nagyon fontos a kezed. Meg húzd fel a kemény zoknit, a meleg zoknit, mert akkor tudod, hogy hideg van. Aj, de trendy. Istenem, de tényleg nem akarok még nevet sem mondani, de biztos be tudjátok azonosítani ezt a fajta Instagram készítő nőtípust. Tehát ez van, ez létezik. De. És köztünk élnek, és ti is követtek ilyeneket. és hogy borzasztó ezt látni. Tehát de a fazon az olyan éles látó abban a szempontból, és ez benne a legviccesebb, hogy közben úgy pózol, mint ezek a csajok, szemérmetlenül, igen, de úgy, hogy férfiként áll be ugyanezekbe a pózokba, az egésztől lesz egy ilyen bizarr érzeted, de ugyanilyen bizart kéne, hogy érezz a női verziójával, csak nem érzed bizarnak, mert ezt a művi műanyag fröccsöntött világot napi szinten szállítják le neked a garbó pulóverben a gőzölgő kávéval. Igen. És az idézettel. Szerintem az Instagramos az erős. Hát meg az anyuka halála által üzen, tudod, fél életét egy poszt alatt kirakja a gyertyákat. Én ismerek ilyet, csak ő... Igen. Igen, az a helyzet, hogy ismerjük őket, és megbocsáthatatlan ez a fajta létezés. Szóval, és ez még azért az elején van, itt még nagyon érezni az összeszedettséget és a kohéziót. Igen. Tehát, hogy ez még a történetnek abban a pillanatában van, ahol több a kritika, a kohézió és a szöveg is nagyon konzekvens, és nagyon-nagyon reflektál valamire. És ugye itt jön be ez, amit mondtam, hogy az ügyetlenség vagy nem ügyetlenség, hogy már annyira beléd van tolva ennek a kritikája, hogy már éreztem, hogy lehet, hogy akkor ugorjunk, mint ahogy mi is ugorjunk egy témát. Ez szerintem egy erős pont. Akkor most ne a zenéknek, én nem a zenék kapcsán szállnék be most hirtelen, hanem van egy, ami, hogy a vállalkozásoknak a szerepvállalása a társadalomban, amikor leül, mint a vállalati konzultáns, és mondja, hogy itt most már nem arról van szó, hogy egy vállalkozás mit tud, milyen szolgáltatást nyújt, hanem hogy kiáll-e esetleg egyéb szervezetek mellett, a Greenpeace mellett, vagy az LMBTQ mellett, vagy a BLM mellett, és hogy az alapján ítélik meg a
konkrétan a vállalkozásokat, és szerinte, és egyébként szerintem is ez egy nagyon negatív irány. Hát ez amikor teljesen fordítva ülünk a lovon. Tehát, hogy nem az a cégnek a valódisága, hogy mi a terméke, mivel házal, hanem az, hogy milyen politikai vagy akármilyen propaganda mögé áll be. Tehát érted, amikor az HBO kicsit fáziskéséssel beszivárványozza a logóját, és azt mondja, elnézést, most már mi is kiállunk. De miért? Az HBO tartalmat szállít. Ugye? Beregisztrálsz, megnézed a tartalmat, kit érdekel, hogy az HBO mi mellett áll ki? Hát ez az pont, egy vállalkozás. De pont az már itt a kritika, hogy... Nem magánember. Hát pontosan erről van szó, hogy itt már egy cég egyfajta identitást is kölcsönöz. Tehát te, hogyha megveszed magadnak az HBO-ra, vagy bármire az előfizetést, vagy az üdítőt, vagy a sportcipőt, vagy bármi lótúrót, akkor te kb. Mellé egy identitást is vásárolsz. Tehát, hogy bocsánat, én csak egy lábbelit szerettem volna vásárolni, hát de azt úgy önmagadban nem tudod vinni, hanem ezzel egy identitást is kell, mit tetszik támogatni, és akkor lehet választani az étlapról, de hát én csak tésztát szerettem volna rendelni. De akkor már egy hashtag metót is akár. Igen, és akkor, hát miért akkor, hogyha, tehát igen, ez amit mondasz, hogy én bocsánat, csak egy kurva mobiltelefonért jöttem, akkor támogatjuk a MeToo-t, öreg. Nem támogatom, nem vagyok a MeToo ellen sem, erre csak egy telefonálni szeretnék, föl szeretném hívni apámat, azt nem lehet. Most kell a MeToo, vagy ellene, vagy nem vagy mellette. Támogatod-e a melegházasságot, vagy nem? De én csak egy üdítőért jöttem. És, na ez az. És igazából ezekre reflektál a fazon, mikor megszemélyesíti a céged, de abba a fekete-fehér, és megcsinálja ezt a nagyon letisztult márka vagyok, és így elmondja, hogy az a lényeg, válasz identitást, azt utána azt csinálsz, bazd meg, amit akarsz. Mert az identitás adja el a céget, és nem a termék. És hát ez szerintem a mai korban azért nagyon nyomon követhető. Igen. És nagyon pontos célzás, és amúgy szerintem az elég finoman van megfogalmazva. Tehát ott azért nem éreztem azt a szájbarágosságot. Tényleg olyan. Szerintem lehet azt érezte, hogy ingoványos talaj, nem megyek jobban bele, hogy melyik cégekre gondoltam, hanem gyorsan ugrok. Igen. Ja, az jó. Akkor legyen ilyen, oda-vissza jöjjek most. Igen. Hát én, ami mellett nem tudok elmenni, az a reakcióvideóra való reakcióvideó. Tehát azért ma is a YouTube-on, hát hogyha létezik aljaműfaj, az bár valamilyen szinten aljaműfaj a miénk is, mert ugye lepattanóból élünk, tehát hogy azért itt mi is csak reflektálunk valamire, de az, amikor elindít valaki egy videót, és akkor wow, azt nem gondolt, nem hiszed, de abba, mit csinál, Úristen, nem hiszed, de hát játszik a játék, és ugye ez maga a videó, ezt úgy kell ugye elkészíteni, hogy jobb oldalt megy a videó, én meg totálba üvöltök, de mindig azt kell előadnom, mintha élőben nyúznának, nem tudom én engem. Hihetetlen! És azt figurázza ki, hogy elindul egy ilyen reakció videó önmagára, és közben megy tovább, zseniális, és arra reagál, hogy már reagál a reakció videóra, majd utána azt magyarázza, hogy hogyan reagált a reakció videóra, majd arra reagál, és egyszer azt mondja, jó, hát akkor vége. Tehát azt hiszem, hogy itt megteremti a reakció videó fraktált, mert ugye van az a műfaj, mikor reakció videós reakciójára reagál valaki, és arra visszareagálnak. És ez, mint a tartalomgyártás legalja, mint ez a reakció videó, tehát ez a, mit kell csinálni? Trendingből válasz ki egy zenét, elmondom hozzá a basic kisokost, mondjuk válasz ki egy Azariát, vagy valamit, ami menő, és szard magad tőle össze, hogy hát, ez nagyon jó. Tehát és ennyi a feladatod, állj el tőle, indíts el egy trélert, hú, hát nem gondoltam, hogy a Matrix felújít, a Keanu Reeves. Jó, beszarom. És mintha nem tudnád, hogy ő lesz benne. Nem mondod, úgy néz ki, mint a John Wick, atya, úristen! És mindig, mekkora, nem hiszed el, megáll az ész. És ez a lényeg ennek, mert a reakció videós az... nem megnéz egy tartalmat, és abból nem létrehoz egy koherens gondolatot és megosztja, hanem real-time nézi,
és áll össze szarja magát. Ez a lényege. Igen. És ez egy létező formátum. De áll össze szarod magad. De áll össze szarom magam, ez a lényege. De az a legnagyobb, amikor áll össze szarod magadat magadtól. Pontosan, tehát azt hiszem, hogy eléggé ki lett maxolva ez a műfaj, és azért teli találatnak érzem. Igen. Lenne magyar viszonylatokban is kinek címezni ezt, hogy ez a te kontented. Hát, jó, mindegy. Mr. Szar például. Igen, igen. Igen. Jó, menjünk tovább. Menjünk. Jó, akkor én jövök a Welcome to the Internettel. Ah, igen, igen, igen. Azt mondom, az se egyszerű történet. A Welcome to the Internet. Tehát az egy érdekes dobás. Tudod, mire jutott eszembe? Jutott eszembe kicsit az ilyen Walt Disney, Gene, Dala, az igen. Aladdinból ilyen kicsit ilyen... Azt szerintem amúgy szándékos, hogy direkt arra. Szerintem is arra hajazott abban a napszemüvegben, ahogyan ilyen kicsit gyorsabban énekel, szinte már inkább ilyen ritmus, de nem rap, de olyan rap énekszerű, nehéz behatárolni, igen. Mi történik ott, ez a kicsit ilyen hadarós éneklés, ahol ugye bemutatja ezt az egész internetet, hogy mi az álca, amivel és téged, és mi a valóság, tehát hogy ez a végtelenül megnyerő karakter az internet, és utána kiderül, hogy egy infernális pöce, de te már annyira a rabja vagy, hogy... Igen. De szerintem vicces egyébként az internetnek a kritikája ebben szóval a formában. Milyen durva, hogy ugye ő el is mondja a szövegbe, hogy egyébként meg miután az ikertornyokba beleszálltak, azután lett ennyire megfigyelt az egész internet. És onnantól kezdve jöttek el a kukiknak az idejei, tudod, Google kereső, stb. Érdekes, mert ugye azért itt egy korunkbeli srácnak a utazása az, hogy ő hogy látta annak idején az internetet, mert 30 körül van, ez is ugye igen. Kiderült, tehát egy korunkbeli, és azon gondolkodtam, hogy azért a mi fiatalkorunkban nem volt, tehát hogy volt ez a betárcsázós, tehát hogy igen. ez a hát, és volt, akkor tényleg a startlap.hu-t megnyitottad, az ment. Igen, és a startlap.hu-ról nem biztos, meg hogy megnyitni. Meg a Tétova Teleklub, én ezekre emlékszem. Igen, tehát, hogy volt egy ilyen betárcsázós modem, ami 10 és 14 óra között tudott letölteni egy MP3-at félig. Tehát, hogy abban az volt, hogy olyan telefonszámlát fizettél egy dalér, hogy nem működött, vagy hát félig meddig lejött, ha megszakadt, akkor nem tudta folytatni a letöltést, tehát akkor igen. Ez újra kezdődött, meg hát az iskolából floppy lemezen földarabolva el lehetett hozni egyetlen egy dalt. Emlékszem rá, hogy több hétig vittem haza valami MC Girls nótát, amit nagy nehezen összeraktam, de jó esetben nem valami másikkal állt össze, hanem önmagában, de annak a dalnak hatalmas értéke volt, mert szarrá hallgattuk, mert hát azért az mégiscsak az iskolából floppy lemezek, vagy 5 vagy 6 darabban vittük haza, és akkor utána, amikor bejött az ADSL, akkor az így ránk szakadt a diszkográfia, mintha egy lemezboltot beöntöttek igen. Volna az ablakon, és megmondom neked őszintén, hogy talán korábban egy másolt kazettát sokkal többet hallgattam, mint utána, amikor komplett diszkográfiákat lehetett így benyitni az ablakon, hogy tudod, az a kaptál egy dalt, mondjuk egy hónap alatt, annak volt értéke. Most megkapsz egy perc alatt 10 000-et, és nem tudod, hogy melyiket hallgasd. Igen. Tehát devalválódott, viszont ez a srác meg úgy emlékszik vissza, hogy az internetnek volt egy ilyen jámbor korszaka, tehát valószínűleg Amerikában előrébb tartottak az internet kapcsán, hogy blogok voltak, ez ahogy te mondod, kis keresők, kis apróságok, Ságok. Ilyen bizbaszok, meg arra volt jó, hogy néha anyudtól elkéred az iPad-et, és akkor meg tudod nézni a leckéhez, hogy mi mikor. Hát, de hát, hogy ugye ott is már elsősorban abban a szekcióban azt mondja, hogy már 2 éves korodban megkapod Mutertől az iPad-et, és már akkor tudod ezt az egész banzájt kezelni, már 2 évesen, és már 2 évesen a rabjává válsz ennek az egésznek, és már ott van a digitális új lenyomatod, bazd meg, a világhálón. Hát igen, azért igen. Ez szörnyű. Hát igen, csak hogy érted ő neki ez a kis visszaemlékezése, látszik, hogy Amerikában már azért igen. Már akkor ez előbb kivetette a hálóját, mi meg később csúsztunk bele, de ugyanott tartunk. Igen. Tehát ugye azért
az, hogy az ember saját magán is észleli ennek az egész digitális függőségnek a jeleit, hogy már azért úgy telefon nélkül már nem megyek ki az ajtón, nem tudom miért, tehát nem tudom, mi történne, tehát a boltig eljutnék meg. De hát úgy azért, úgy, azért nem, de már lehet a lakáson belül sem ész egy szobát odébb, mert bármi megtörténhet. A régi időben vazzeg, nem hogy a kerületben nem volt internet, bazd, mert az országban nem volt internet. Mégis lehetett élni, de hát ez nagyon ügyesen föl van építve a dalban, ahogyan gyűrözik egyre mélyebbre és mélyebbre. És hirtelen infernális pöcévé válik. Mutatom még, mi van itt, gyerekek. Én bírtam ezt az internetkritikát. Nagyon erős a Mr. Zokni megjelenése a gyerekdalnál, amikor elmagyarázzák a világ működését. Igen, hogy az elején még a kis jönnek a méhecskék, beporozzák a virágot, Nagyon egyszerű egybites toposz egyébként ez. Ugye a Lárpullár társulat meg rengetegen elsütötték, Galla Miklós meg mindenki erre épít, hogy van egy full bagatel szöveg, ilyenek, hogy nem tudom én, a tyúk kapirgál, Lár András egész életműve erre épül, és akkor egyszer csak így, hogy akkor már a belét lövik, meg ontják ki, és itt tudod, ez a nincs átmenet, a bélkitépés és a legelnek a juhok a mezőn, igen. És ugye egy bagatel dallammal ez még nagyobbat üt. Na most itt Mr. Zoknit, mikor megkéri, hogy akkor Zokni barátom énekelj egy kis igazságot, és így könyörtelenül elmondja a kizsákmányodó társadalmak alapmechanizmusát. A népírtást. A népírtást, hogy mi a hatalomnak a logikája. Az FBI jöttek már. Kingetek, azt is az a szúrja. Igen, ilyen de egy kicsit Mr. Zokni az a világnak nem a fényes oldalát nézi. Hát meg amikor ugye minden kormányszerv a pedofil elitet védi. Igen. És azzal zár Mr. Zokni. És Mr. Zokni egy ilyen gyerekdal formátumban ezt megénekli, és akkor utána így helyre lesz téve Mr. Zokni, hogy... Ez erről nem szabad. Hogy hát akkor pofád lapos, és akkor konkrétan Mr. Zoknival szemben el van játszva ugyanaz, mint egy komplett társadalommal, hogy hát akkor rabigába kerül Mr. Zokni, megy vissza a fiók véjére, amíg egyszer ilyet csinál. Úgyhogy tessék csak bárányokról, meg nem tudom mikről énekelni legközelebb. Jó, Mr. Zokni. És akkor két szólamban megéneklik, hogy jó. Igen. Tehát persze nagyon jól működő és egyszerű toposz, de a mélysége azért az vitathatatlan, tehát hogy most mi hülyíthetjük magunkat a gyerekdalok szintjén, hogy így működik a társadalom, meg a világ, de nem. Tehát ezt most egy ilyen kétbites dallamra ráhúzhatod, ilyen gyerekbarát dallamra, de attól még az igazság magja nem ott lesz. Hát nem, nagyon nem. Úgyhogy én bírtam ezt a Muppet Show jelenetet, és vártam volna Mr. Zokno visszatérését, de nem. Tehát ő egy egyszeri megjelenő, pedig szerintem egy jó karakter, aki ellenpontozhatta volna sok dolgot. Igen, az igazságérzetével. Abszolút egyetértek. Amúgy, hát mi van? Hát van a problematik, amit első megnézésnél még annyira nem értékeltem, de most, hogy megint néztük, fölfedeztem azokat az apróságokat benne. Ugye a problematik az, ami konkrétan azt a sztorit meséli el, amit most Hollywoodban mindenki csinál, hogy ja Istenem, bocsánat, hogy annó indiait játszottam fehérként, és befestettek barnára, és évtizedekig most rossz álmaim voltak tőle, meg nyomasztott. Nem nyomasztott, megkaptad érte a pénzedet, csak bocsánatot kell kérni, mert ilyen elcsúszott a társadalom. Mert ezt várja tőled a nagy társadalom, és ezt a végletekig van bagatelizálva, hogy ő valami indiánnak öltözött egy farsangon, és ez megbocsájthatatlan. Meg hogy Aladdinnak öltözött, és hogy az is fönrohad már a padláson, de nem megy föl, mert ránézni is bűn. És egyben nagyon ügyes, mert közben kifiguráz videóklip típusokat, és nekem erről az ilyen Flashdance, tudod, az amikor a csaj aerobikozik, ez a Rainy Man, meg nem tudom én milyen nóták milyen van. Flashdance, Rainy Man. Igen, tudod, és ugyanezt a... Ezt Eye of the Tiger, meg pontosan, hogy ez a valami szobabiciklin izzad. Hát amit a South Park, és a Little Bit Montage a South Parkban, ez ugyanaz.
ugyanarra épül, hogy tehát közben egy videó, szinte minden közben egy videóklip karikatúra is, és ehhez ezt a sportolós, edzős videóklip zsánert parodizálja ki, és ez így együtt azért nagyon működik, tehát kevés videó zsánert rühellek ennyire, mint amikor a végtelenül jó nő egy feszülő ilyen tobba, meg nem tudom én, egybe fürdőrohába, szigorúan valami kurva vastag zokniban táncol a parkettán, tehát hogy azt mondja el nekem valaki, miért van minden ilyen táncos női klipbe egy kurva nagy zokni a bokán, tehát ez kurva meleg. De abba kell táncolni, mert így biztos jobban ízod a klipbe. Már csak egyen lehetett volna megfejelni, hogyha még a zuhatag így ömlik rá. Igen, csak mert még az technikailag is van. Helyette kereszt volt. Helyette a keresztre fölment, de hát azzal meg reflektált a mondani valóra. Szóval irdatlanul tömény ez a cucc. Igen. És tehát bárhova lépsz, olyan, mint egy aknamező, hát csak ilyenek vannak benne. Be, sexting. Hát... Ugye a mai nagy trend, hogy már nem telefonszex van, meg ilyenek, hanem emojikkal szexelnek, meg dickpikkel, meg ezekkel. Az emojikkal való szexelésnek a nyomorúságossága. Amikor mondja, hogy csevegjünk úgy, mint az ősi egyiptomiak hieroglifával. De ez remekül bemutatja azt, hogy magában a szextelefonálás is végtelenül gagyi és hitvány, és hát most nem tudom, úgy viszonyul a valósághoz, tehát nem tudom, mint valami, mint hogy elmentem síelni, és akkor megnéztem rá snowboard videót a YouTube-on. Tehát, de az legalább annak van hozzá köze, és akkor ennek ugye van ez ugye a szextelefon, akkor ez alá sikerül esni a szexcseteléssel egyel, és itt már erre sincs energia, emojikkal kell átadni az üzenetet. És ahogy a kifigurázza, hogy a hóember mit jelenthet, meg hogy fú, érti-e, hogy én az óriás kereket mire írom, hát azt hiszem, hogy egy komplett generációnak a nem megértése, és egyben megértéséről tanúskodik. Tehát szerintem ez az a szint, amire ez a fazon is azt mondta, hogy bocsánat, én ebben nem tudom, mi az erotika, hogy küldene nekem egy padlizsát. Tehát, hogy biztos ez jelent valamit, csak aki már azért erre... Tehát ugye itt az ingerenciáknak és a neoprimitivizmus és a inger szegénységnek egy ilyen elegye. Nem lehet visszaadni, nézzétek meg, mert borzasztóan feszengős az az egész történet ott, amit bemutat. De ő is feszeng tőle, nyilván azért beszél róla. Persze. Hát ez kemény, igen. De mi van még? Hát még van a videójátékos. A streamer. Jó, nekem a kedvencem a streamer, full Lulu, Béci, köszi az egy hónapot, eszeveszett királyok vagytok. És mindig, mikor játszik, egyébként közben tök vicces, mert önmagával, tehát tök kreatív, közben a 2 másodpercenként kiszólás, jaj, köszi a donétet, Zsófi 46, mióta? 6 hónapja? Hát nem hiszem el, hát az aranymedál, hát figyelj! Figyelj, Sárkánypöri 42, ezt nem hiszed el, fú, belépett Targonca 7, fú, nagy tapsot, Targonca 7, aranymedálos, ne csináld már, 6 hónapja követsz, és közben játszani? Tehát én azért vagyok ott, tehát nem érted, hogy mi a performance az ilyen streamer kreténnél. Most bocsánat, én most az a performance, hogy ő játszik, és nézem, ahogy játszik, értem, vagy az a performance, hogy a streamernek köszöni az alamizsnát. Fú, egy dodó, és közben bejön egy ilyen, anyadnak a veszélyét, eladtam! Mert hogy ugye közben bejátszik egy ilyen hangeffektet, és az az élmény, hogy valaki folyamatosan köszönget valakinek, de ilyennek, hogy Terra anyu 46 belé... Figyelj, Borikám, mi volt a héten? Majd dumáljuk meg csak. De közben meg egy ilyen dögunalmas játék. És közben valami dögunalmas játék főmenüjébe lép le föl, mert igazából ő a donétekre reagál. És ez a content típus, ez létezik, és nem hiszed el. És mindegyiknél ez ilyen alap, mert attól fél a kretén streamer,
hogyha esetleg ő nem keszeni meg Bozsi 42-nek a 6 hónapos feliratkozást, akkor a 7. hónap nem fog elkezdődni. De nem veszi észre, bazd meg, hogy közben meg a content maga arról szól, hogy lépeget meg egy szobába köröz, és közben köszöni. És a kedvencem, amikor megpróbálja a pro gamer eljátszani, hogy ő közben tud játszani is, de közben félszemmel mindig sasolja, hogy Donóka 46 elküldte a $2. És akkor jön hozzá a hangeffekt bejátszás. És amikor még lehet olyat küldeni donationnel, hogy tudod, a Google hang föl is olvassa, hihetetlen ez a játék az, amit én itt hallottam rólad, és nem is érted, hogy mi a beírt szöveg, és közben a streamer fejét egy ilyen mozgó emoji, meg egy ilyen szar felirat kitakarja, és közben köszöngeti a pénzt. És mellesleg van a háttérben egy játék. De nem lehetne azt a kurva játékot kiiktatni? Én leszek az a streamer, aki beül egy joystickkal, és köszöni a pénzt. Köszi! Köszi! Marton 46. Ugyan nagy forma vagy, Istenem. Fú, figyelj, tudom, a múltkor beszéltük, hogy mi van a tocáékkal. Ki fogunk rá térni, csak most tényleg muszáj a fősodorra, ma jött ki a játék. Figyelj, tocának majd fú, köszi a donétet, és ez maga a content. Így van. És ez mesterien meg van fogva, és nekem csak az az egy jelenet. Aranyat ér, ahogy köszöni a feliratkozást. Hát akkor még van ugye a komédiáról alkotott véleménye. Hát ott azért arra többször visszakanyarodik, de melyikre gondolsz? A végén, amikor az őszinteségi monológ és közben megy alatta a röhögőgép? Hát úgy mind a kettőre, igen. Azért ott azért megidéződik pár nagymesternek a szelleme, aki tudod, nincsenek poénok, csak röhögőgép. Igen. És halál komolyan elmondja a depresszióról a sztorit, de a röhögőgépet elfelejti kikapcsolni. És tudod, így nézed, hogy Jézus Mária, és akkor mondja, hogy igen, három hónapig nem tudtam emberek közé menni, és ilyen teljes át, tudod, az a rőtyi megy alatta. Igen. De mondd, hogy te melyikre gondolsz. Hát a dalra is elsősorban. Talán a második, vagy az második. Második. És ott melyik gondolat? Hát, hogy maga igazából ez az egész, amit ott kifejt, hogy ez a képmutatása a humoristáknak. Uh-huh. Tudod, hogy bármikor dobok neked egy poént, mert ezzel teszem jobbá a világot, tolok poént, akár ingyen is, de azért nem tré, ha fizetnek érte. Tehát ingyen is megcsinálom, de fizetnek úgy is. De amúgy ingyen is megcsinálnám. Valószínű, hogy ez a srác is olyan, mint mi, hogy mindennel és mindenkivel baja van. Tehát, hogy neki problémája van az Instagrammal, nekünk is problémánk van az Instagramozókkal, problémája van a streamerekkel, a reakcióvideósokkal, a gamerekkel, a kritikusokkal, problémája van az új generációnak a neoprimitív kommunikációjával, a társadalommal, a cégekkel, és ugye a reakcióvideónál az egyik legjobb kis betétdal az ingyen munka. Az egy nagyon vidám nóta, és azért mi is megtanítjuk nektek a gyors talpalót, a referenciáj, a mai modern rabszolgatartás, az az ingyen dolgoztatásnak van egy eufémizmusa, azt hiszem ezt így mondják, hogy referenciáért való munkavégzés. Ennek az a lényege, hogy dolgozzál ingyen, hogy beírhassd a refibe. Tehát a referenciáért való ingyenes munkavégzés, azt szerintem, azt tudod, az mi, hogyha majd a töfiék kiesnek, majd egy év múlva te vagy az első, akit hívunk, de addig tolni kéne, de nem gond, ugye? Napi 8 óráról lenne szó, plusz hétvégi műszakkal, de lehet, hogy meg tudjuk oldani a karácsonyt úgy, hogy felesbe, hogyha a Zoláék, jó, nyilván a cégnek menni kell, Toca kiesik, akkor jöhetek? Te vagy az első. Tehát, hogyha úgy van, hogyha a Tocáéknál nem, és valószínű, hogy nem, akkor egy év múlva te vagy az első. Tehát egyértelmű, hogy te vagy az első. És gondolom, nem probléma, hogy a megbeszélt munkaköröket bármikor bővíthetem. Tehát, hogy megbeszéltük ezt az Excel-es melót, az, hogy neked kéne a városba menni,
De néha van még plusz beugrós. Nem para. Nem problém. Na, nem para. És hogyha 8 óra néha 12-re csúszik. Nem gáz, de akkor egy éven belül tudok. Egyértelmű, hogy egy éven belül tudsz, jó. De az nem probléma, hogy de a szívidbe be tud kerülni. Az nagyon jó lenne, hogyha a szívünkbe bekerülne. És akkor tudod, beszéltük ezt a műsort, ahol te így tudnál beszélgetni másokkal. Hát most az kamera előtt nem fog menni, de a háttérbe kéne. Tehát, hogy az a kamera elé... De én beszélgetek, csak nem vagyok a kamera előtt. Nem. Úgy van, hogy az ötvös tofájék fogják a... Bocs, erők. Ötvös tofájék fogják a kamera előtte, a kamera mögött. De fontos a te szereped is. Én tartom akkor majd a mikrofont. Nem, még az se. Még az se. Nem, te beszélgetsz a celebekkel, megcsinálod a hangulatot, közben mi lejegyzeteljük, lehozzuk írásba, de az ötvös tofáig fogják élőbe. Tehát de akkor tudod, beszélgetek? Igen, de előtte. De tudod, azért már az ötvös tofáig az a felsőbb körökből jönnek. Értem. És de akkor nem egy... Jó, te tehetségesebb gyerek vagy, mint a tofáig, de a tofáig vannak a kamerája. De ez nem probléma, gondolom. Nem, de akkor egy éven belül bossz... Akkor te leszel a tofáig helyén, szerintem. De addig ezt le kell tolni. És addig miből fizetem a lakbért, boss? Figyelj, ez egyszerűen nem az én problémám, én erre már nem látok rá. Tehát, hogy figyelj, a céges világ az kemény. Akkor lakhatok nálad, boss? Nem, abszolút nem, mert nálam nincsen hely. Tofáéknál? Nem, tofáéknál kizárt. Figyelj, Mama Hotel, azt tudom mondani, figyelj, eddig is születhettél volna 5 évvel később, gondolom, akkor nem raktak volna az utcára. Egy évet kell kihúzni. Jól van, boss, működik. Na, gondolom volt már ilyen része a hallgatóinknak is, nem? Vagy hogyha ilyenbe dolgoztok, akkor menjetek, dolgoztattok, rabszolgamunka, hagyjátok ott a fenébe, mert ez nem deal. Tehát, hogy mi nem lehet egyenesen megmondani azt, hogy egy fizetésképtelen kretén vagyok, de akkor meg ezért cserébe ne várj el semmit, nem? Az nem egy korrektebb dolog? De a kedvencem ugyanebbe a ötvös tofájék világába, remélem nem létezik ilyen művész, mert ezt most próbáltam nagyon elfuseráltat kitalálni, az, amikor még ezt a 12 órát letolod, és még basztatnak. Tehát még van az a pak. Igen. Hogy ez hogyan sikerült ilyen szarul megcsinálni. És az egésznek az ott az élménypek része. Az élménypek része. Na most azért erről a kis szong az nagyon erős, és sajnos rövid, méltatlanul rövid ehhez. Mert a reakció videóra van kihegyezve, olyan, mint csak összedobott volna valamit, pedig az a nóta fontos. Igen. Ez egy fontos dolog. Jó, volt még? Ilyen, biztos van még egy csomó dolog, amit érint, de nekem... Köszönet nyilvánító videó. Köszi, hogy megnéztetek, nagyon örülök. Elértük a 600 ezer feliratkozott, gyerekek. Köszönöm, hogy néztek. Gyerekek, az van, hogy átléptük a 635-öt. Hát már a 658-nál rötyögünk, mindjárt meg lesz a 660. Ez 658, mindenkinek köszönöm. Én is nagyon köszönöm. Nem, arról van szó, hogy nélkületek nem ment volna. Így mert, van. De közben ott a kés a kezébe. Igen, és a bitófa mögött. De nélkületek nem ment volna, mert ti inspiráltok minket, ti töltötök fel. Igazából az van, hogy értetek, kapcsoljuk be a felvevőt. Nem magunkért, tehát nem, érted? És közben, te érted ott otthon, aki most ülsz a konyhában. És most hallgatsz minket, komám. Ezért készül. Csak köszi a 658-at, már csak két lépés a 660, és körülbelül... És meg kell lenni az 1000-nek, mert ha megvan az 1000, akkor már konfeti. Tudunk veletek kommunikálni. Igen, veletek és akkor ki tudunk írni majd a közös kommunikációban még olcsó képeket is tudunk majd kirakni. Mémeket. Támogassatok minket, könyörgöm. És az egész, tudom, hogy hasonlónak tűnik, mint a Twitch koldus hajlongás, de nem ugyanaz. Ez egy kicsit más ízű a anyag. Tehát a Twitch koldulás utáni azonnali hajlongás az egy rituálé. Az egy kicsit olyan, mint ez a púderezett arcú táncnál a pukedlizés. De ez a köszönöm a nagy büdös semmit, ez igazából a megistenülésednek a nagy pillanata. Tehát, hogy ha tényleg megköszönné az ember valakiknek, hogy valamit elért, akkor azt...
azt meg lehetne tenni méltósággal is, de ez egy ilyen elvárt szar. Tehát, hogyha megvan a 100 000, akkor... Köszi, gyerekek! Akkor azzal a legnagyobb azzal formák. Azzal az ezüst fossal, az a YouTube szarral... Ficeghetsz a hátad mögött, igen, meg a Golden szarral. Igen, és akkor az előtt el kell mondani, hogy srácok, igazából ti vagytok ennek a motorja. De miért a srácok ennek az egésznek a motorja? Tehát nem lehet azt mondani, hogy te vagy a tartalomgyártó, bazd meg. Tehát, hogy nem tudod azt mondani, hogy igen, feliratkozó szám az egy dolog, de én igazából kontentet jöttem gyártani, és inkább kontentet töltök fel. Nem, időről időre mindenkinek össze kell magát önmagától szarnia. Így van. És mellette meg ugye ő inkább, én inkább ezt látom ebben, hogy ez az önmagam, tehát hogy ki a faszt érdekel, hogy ki néz, meg ki nem néz? Ki a faszom nagy király? Kinek van ennyi nézettsége? Ki lépte át a Friderikusz paródiával az 5000-et, te vagy én, mi ketten? Így tehát, hogy érted, ki a nagyobb ki? De hát mind a ketten királyok vagyunk. Ez erről szól. Ő meg inkább erre a kompenzációra hegyezi ki, hogy hát köszönöm, nagyon királyok vagytok, de ugye fölvágom az eremet. Igen, hogy ott így a végén így kifagy a kamerába, és így ott van így a vajazókés a kezébe, és így... Egyébként a vajazó késsel való érfelvágásban is van egy komoly. Hát igazából a vajazó késsel való érfelvágás az olyan, hogy hosszú és kínt szenvedés. Igen, de ez nem az, hogy igazából nem akarom fölvágni az eremet. De hogy tehát, nem. Tehát, hogy úgy ez a... Na, mindegy. Szerintem most boncolgattuk itt a kritikákat. Nagyjából szerintem az összes ilyen keményebb kritikát azért végigvettük. Én nekem egyetlen egy van még, hogy volt többször valami Jeffrey, nem tudom ki, akit megénekel, az nem tudom ki. Hát ez az Amazonnak az elnöke. Ja. Ez az Amazonnak az elnöke, aki konkrétan, akinek a cégében emberek halnak éhen, meg végkimerülésben, és el van tusolva. És nem véletlenül asszalják egyébként a Golden Globe-on is emiatt, világszinten emiatt, hogy igazából annyira semmibe veszi a dolgozóit, hogy nincsen szünet, tehát pelenkába kell bent lenni. Mondom, volt nem egy ilyen eset, amiről hallottam, hogy végkimerülésben a fiatal dolgozó így összeesett, és meghalt. De az a rögök, hogy tudod, így lehetne csinálni egy ilyen karikatúrát, hogy így beleesik az Amazon által gyártott fröccsöntött szarba, és akkor így, mit tudom én, egy ottani iPadbe így beleépül egy emberi csont, és így... Hát ebből épült, tehát verejtékből. Hát és ráadásul volt pofája most júliusban építetett magának, és most bocsánat, egy faszalakú űrhajót, és kajakra úgy nézett ki, és kirepült 2 percre az űrbe, majd visszajött. Hát pillanat, tudod, az volt, hogy valamit itthon hagyott. De bárcsak ott maradt volna, vágod? De velem is előfordul, hogy indulok a kocsimért, mert ugye van, és akkor itt felejtek valamit. Hát most bazd meg, ő a Marsra indult el, hát nem előfordul, hogy mit hagytam ott? Hát meg akkora szent ember Jeffrey Bezos egyébként, hogy megvédik a magyar kommentelők a Facebookon, amikor asszalják, hogy gyerekek, csináljátok utána. Garázsból kezdte. Az tök jó, hogy garázsból kezdte. Tök jó, hogy eljutott odáig, ahova, hogy faszalakú űrhajót építhet magának. Ez egyébként nagyon jó garástól faszalakú űrhajóig jutni, érted? De amit közben... Van egy íve. De igen, de azért az... Hogy emberek haltak meg az Amazonnál, meg pelenkába kell lenniük, nem engedi őket ki szünetre, nincsenek szünetek, és erre írja azt, hogy hát ez csak urbán legenda, de nem véletlenül cikkeznek róla a sajtók, nem véletlenül hozott le ilyen cikket annó még tizenvalahány évvel ezelőtt a New York Times, meg de, ezek. De ebbe hát. Az a kemény, hogy mindenki arról a legendáról beszél, hogy ő a garázsból eljutott odáig. És hány olyan istenverte szerencsétlen van például, mint te meg én, aki egy szaros garázsba nyomja, és nem jut el sem eddig. Erről miért nem szólnak a hírek? Miért nincsenek erről, hogy egyébként több milliárd idióta a garázsba ragadt. De nem, van 2, az egyik a liftes, a Bill Gates, és ezek szerint ő a másik, tehát az egyik a liftes fiúból lett. Hát meg a Facebook. Meg a Facebook király, de ez 3 ember kontra több milliárd, bazzek, hát hányan vagyunk, akik garázsba nyomjuk. De érted, azért is mondja, hogy Jeffrey Bezos, te lekörözted még a Mark Zuckerberget, meg a Bill Gates-et is, mert olyan szintű
munkakörülményeket teremt, aznek 24 órás munkanap és stb. Hogy érted? De egyébként egy kicsit emlékeztet az a kis fiktív karakterünk, a munkáltató úr, aki... A bőrönt KFT-s? Nem, a bőrönt KFT... Janterike főnöke? Igen. Tehát van egy ilyen karakterünk, ő Terike főnöke. Terike az a fajta munka, aki alkalmazott, akinek nulla öntudata van, és úgy lehet vele beszélni, mint egy élő felmosó rongyal. Az a Terike, én fogom megcsinálni majd itt, miattam lesz tiszta ez a parketta, most az én kezem jár, vagy a szaporában, Terike. Bocsánat, főnök, megyek. Semmi probléma, egyik lábad itt, másik. Bocsánat, főnök, levertem véletlenül a kávés poharát. Semmi probléma nincsen, Terikém. Így eddig, ahogy nézem a számláját, eddig mínusz 600 ezerben van, hát akkor egy mínusz 10-essel lesz megoldjuk, mert hát ugye itt azért ez egy mentális főnök probléma. Főnök, nem lehetne úgy leszedni ezt, hogyha pontosan, 48-24 órában... Nem, elmondtad a mondatot, nem lehetne. Ott van. Ismételd el, Teréz. Nem lehetne leszedni. Nem lehetne, pontosan, nagyon jól tudod. És minden kérdésed így kezdődik, és egyben egy válasz is. Tehát, Terikém, fölteszed a kérdést, a végére teszed a pontot, és tudod, hogy miről van szó, nem? Nem lehetne esetleg fizetésemelést kérni? Ugyanez a válaszom, csak ponttal a végén. Terike, közben a felmosó rongy, az magától fog kimenni? Vagy én tévedek, nincs két lábon, a menjél. Bocsánat, főnök. Tehát ez a karakter, akit mi így megalkottunk így... Ez maga Jeffrey Bezos. Igen, de hogy ez itt egy fiktív térbe kommunikál így Terikével, aki a nulla öntudattal és a nulla karizmával rendelkező szerencsétlen elnyomot. Csak ugye a mai kor az azt mondja, hogy aki el tudja nyomni, mint ez a senkiházi az alkalmazottait, az a fasz a gyerek, aki elnyomja. Tehát, hogy ebben a dialógusban nem Terike az áldozat, meg Terike, akivel azonosulni kell, aki de nyilván humoros, ahogy mikor... Ki végkimerülésben összehúlik. De hogy gyakorlatilag ez a főnök, amikor Terike pelenkában meghalva megtalálja, annyit mond neki, hogy Terike, legyen szíves, temesse már el magát kin. Tehát, és Terike halottan kiviszi magát a koporsóba. És bocsánatot kér. És amúgy ez borzasztó, hogy közben meg ez a valóság, és senki nem számol ezzel, még egy karikatúra szintjén sem, hanem azt kell mondani, hogy nem létezik. Igen. Na jó, mindegy. És akkor még a... Mert mennyi időnk van még? Mert ez 56. percnél. Akkor még van. Szerintem beszélhetünk a mélyre szállásról ott a végén. Jó. De még előtte ide a Jeffrey Bezoshoz, hogy amúgy, ha valaki közületek játszik videójátékkal, ajánlom a Persona 5 című játékot. Tehát abba vannak ezek boncolgatva, és pont ezeket a pöcéket kell elpicsázni. Mert hogy betekintést nyerhetsz az ő szívébe, tehát az ő gondolkodásmódjába, és ott kell őt legyőzni, tehát megváltoztatni a szívét, meg a gondolkodásmódját. És akkor ott van például a gyors étterem vezető faszi, aki úgy gondol az emberekre, mint a robotok, meg a gépek, és akkor ott így mennek a robotok, és így hullanak össze, így esik le a kezük, esik le a lábuk, és halnak meg. Az meg azt mondja, hogy hát munkaerőt arra kell használni, hogyha csettintek, akkor jöjjön. Stb. De egyébként így, hogyha emlékszem, még annak idején így gondolkodtunk rajta, hogyha csinálnánk egy ilyen vicces, hát nem is tudom, hogy milyen kategória ez a ilyen sitcomedibe, azért szerintem nekünk nagy sitcomedin lenne ez a Terike, a főnöke, ott egyéb dolgozók egy gyors étterembe, azért azt szerintem mi nagyon élnénk. Igen. És akkor ott lenne, ugye Terike az abszolút nulla öntudat, meg lenne olyan csávó, aki egyébként kibaszott tehetséges, de oda kerül, köcsök főnök, és tudod, annó írtunk ilyen szkecseket, hogy ez rohadt vicces lenne. Persze magunkat szórakoztattuk vele végtelenségig, de majd egyszer, ha nagy sztárok leszünk, megcsináljuk az ezt a szitkomot. Jó, és akkor ez a mélyre szállás a vége? Nézzük meg ezt a mélyre szállást, az utolsó, tehát a második felet, ahol még van egy kis remény sugár, amit te is mondasz, a kedvenc dalod.
Hát aztán igen, amikor a gitárral kiül, és közben azért ott is van egy gag, amit te mondtál, hogy közben ki is figurázza, az, hogy jaj, nem tudok gitározni, énekelni, és kurva jól énekel, és gitározik, de már tudja, mi tudjuk, de ezt el kell táncolni, hát én nem tudok, szóval se, bocsánat. És akkor világ... Kicsit nyomi vagyok, nem vagyok sármas, nem vagyok jó képi faci, nem tudok annyira gitározni, nem tudok annyira se énekelni, és akkor megszólal. Mint a Passenger, csak ő tényleg nem tud. Igen. Ez nagyon tehetséges forma. Azt szerintem egyébként egy jó dal, mert van benne egy ilyen reménysugár, hogy egyszer ennek az egésznek vége lesz. Azért valahol bármennyire is szeretem, de azért az Ed Sheeran is ott felsejlik nekem. Igen, egy ilyen Ed Sheeran paródia is. Tehát, hogy van benne egy ilyen reménysugár, de az utolsó előtti nóta, tehát nem a lezáró dalra gondolok, hanem amikor ez a kék óceán van, az már szerintem a teljes őrület. Az All Eyes on Me. Tehát az, az amikor, tehát az elején, ahogy le lehet követni, hatalmas a közlendő, mondjuk százalékban azt mondom, hogy 80-90% kritika, közlendő és akár súlykolom, és ahogy halad előre, egyre finomabbak a karikatúrák, tehát hogy úgy kezd ez a 90% próza és közlés így lemenni 60-ra, 50-re, 40-re, és a végén itt már csak nyomokba tartalmaz koherenciát, kohéziót, hanem itt már arról van szó, hogy kiáll, és akkor ez a merülj belém, őrülj velem meg semmi értelme nincsen annak a dalnak, semmi. És ott szerintem ő is érzi, hogy ott a vége. Tehát ott húzott meg egy határt, hogy jó, ez már innentől egy öncélú baromsággá zűlik. De nem öncélú, mert egy pszichés állapot mélyére viszel. Igen. De ott már értelmet nem szabad keresni, mert ez a kussolj, állj fel, gyere, és csak rám figyelj, néz a szemembe. Na azzal is amúgy parodizálja az izéket, ezeket az autotune rappereket, tudod. Hát nyilván hát van... A SoundCloud-ból kihízott generáció. Hát igen, de valahogy nem érzem ott azt az éles meglátást. Ja, hát nyilván, tehát, inkább hogy, a zeneileg. Igen, de ugyanakkor meg van egy művészi ereje, tehát ott azért abban a dalban úgy kinyílik valami több, mint ami az odáig vezet. Tehát érdekes elegy az a nóta. De ott már lemegy ő is a mélyére, és ott, amikor ott ezt végigviszi, meg szerintem ott látszik, amikor visszanézi, van is róla egy felvétel, akkor ott érzi, hogy na itt a vége. Tehát ezután jobb, ha nem megyek, itt kell befejezni. Itt, ez most valami nagyon mély pont. Ott az a dal. De úgy nem is hiányzik amúgy az egészbe, tehát úgy az még egy ilyen ráadásnak tűnik. És olyan érzésed van ebbe az egészben, hogy még mindig van egy dal, de már nincsen mondani való, de még mindig van egy dal, és akkor már csak odaülök a zongora mögé, és éneklek valamit. Na még akkor egy nagy lezáró dalt, amit már igazából meg se írtam, azt majd valahogy összeáll, és a többi dalokból összemontázs olyat, tehát ahogy darabokra hullik ez az egész, igen. És egyszer vége van, valahogy szerintem így ez egy tökéletes lezárás. De az lezárás. Is durva, amikor tudod, 30 éves lesz. Ja igen. Amikor leül és azt mondja, hogy na még kielvezem a 20-as éveimet, és van egy perc, és igen. Nézi az órát, jó, most van vége, akkor igen. Folytatom tovább ezt a... Igen, és akkor mondja el, hogy 6 hónapja csinálja már, uh-huh. És azt gondolta, hogy mire 30 éves lesz befejezés, hogy ez neki mekkora törés is, hogy nem tudta a saját időintervallumát betartani, ugye, amit határidőt, amit megadott. Hát ez egy, igen, de van valami végtelen nyomorúságos is, ahogy ott egyedül ül ott és várja a születésnapját. Hát meg a szülinapi buli slágere is olyan. Hát az egy anti szülinapi dal, de nagyon jó. Nagyon jó az a pillanat. Az, ahogy így tudod, én még most élvezem a 20-as éveimet, most vége van, folytatom. Uh-huh. De körülbelül így ennyi, ilyen nekem az új év is. Én is így vagyok vele. Boldog új évet, jó. Igen. Ez minden, mert minden ugyanúgy megy tovább. Tehát átléped a 30-ból 31 lesz, 32-ből 33, van egy nap, amikor van egy buli, ünnepelnek, aztán minden ugyanúgy, ugyanaz a szürke, unalmas vonal megy tovább.
Hát, kivéve hullámvölgyekkel. Itt azért egy személyes kis intermezzót, egy bombon eszket megosztok itt a hallgatókkal és veled, hogy amikor nekem, tök, hogy az életkor és én, amikor nekem mondta egy ismerősöm, de nem akarom névvel illeti szegénykémet, hogy így mondta, hogy hát tudod Gábor, nekünk már így már így, neked is, nekem is így 40 fölött, hát mondom, itt mondhatom, hogy jól tartom magam. Tehát, ugye, tehát, hogy tudod, a 33, de kinéz 45-nek, ez vagyok én. Tehát itt most nem tudod, mi a cikibb itt azt mondani, hogy hát te 40 fölött, én még a 40-hez se vagyok annyira közel, de jó, hogy oda vagyok rangsorban. Jó lesik. Tehát, tudod, van az, amikor valakit így fiatalabbnak néznek egy 10 évvel, és hát igen, 24, hát. Jaj, hát annyi vagy, És ez, amikor így behúznak így a 40-en túlba, tehát ugye az minimum 41, tehát így ez így bele, na ott azért elgondolkodtam. Mondom, azért van egy ábrázatom, de azért ez már nem. De nem ronthatod el az álmot, nem mondhatod azt, hogy de hát én, nem, te is 40-en túl. Tudod, ez az okos mérleg kiírja, hogy mennyi a valódi biológiai életkorod. Isten. És akkor tűnik kiírna egy 72, akkor már nem tartom tovább a diétát, már minek. Ja, igen, de azért ezeket az okos eszközöket is azért filézi rendesen, tudod, az egyiket abban, ezt, hogy anyám nem tudja, hogy letakarja a kamerát. Ja, igen, a FaceTiming, igen. Hogy letakarja az ujjával, igen. Meg belenyúlja így a fejébe, igen. Ez egy nagyon érdekes kis... És a végén a nagy lezárásról, nem a dalról, mert hát az ugye azt mondtuk, hogy egy katyvasz igazából. Igen. Bár mondjuk ott is vannak jó gondolatok, hogy a végső lezárás, amikor ugye kimegy. Igen, és nem tud visszamenni? Igen. És újra a rötyögőgép. Igen. A reflektor. Hát... Igen. És utána még nézi bentről, visszanézi az egész szenvedését, és csak egy mosoly a végén, hogy hát igen, ilyen az élet. Hát, nehéz ez a szereplés, meg ez a színpadi világ. Tehát mi ilyen koca megúszó közszereplők vagyunk, nem? Tehát, hogy ez a, ha kedvünk van, szerepelünk, ha nincs kedvünk, nem szerepelünk, néha fölbukkanunk, néha eltűnünk, sokszor sokáig eltűnünk, de azért az a fajta reflektor, ami mondjuk ezekre a sztárokra megy, mint erre a szerencsétlenre, hogy van az a kritika is, hogy kilép a házból, és már akkor innentől ő szerepel, mert kilépett a házból, tehát ez egy ilyen celeb létezés karikatúra is, meg az a, na most légy okos baszkikám, ha kiléptél a színpadra, akkor mondjad, legyél vicces, 1-2-3-4, énekeljél jókat, mert ezt várjuk el tőled, és abból a helyzetből való feszengős menekülés, hogy nem biztos, hogy annyira hiányzott nekem a színpad. Uh-huh. Mert most itt megácsoltam a négy fal között a parkettán a világ színpadát, ahol én lehettem egyszerre a minden, az énekes, producer, dalszerző, az egyszemélyes Woody Allen, és nem biztos, hogy annyira visszavágyom ide, mert nem biztos, hogy dolgom van vele. Igen. Lehet, hogy ennek a srácnak valami magasabb érvényű műfajra lenne szüksége, mint mondjuk a stand-up comedy, nem tudom. Érzem benne, hogy lehet, hogy lenne neki rezdülése ezen túl mondjuk egy komolyabb drámai szerepre. Igen. Tehát, hogy van... Nem pedig egy ilyen ígéretes fiatal nőbe pazseválni. Hát igen, nem az őszintje az a film. Abszolút nem. Nekem nagyon kellemes csalódás ez a csávó, mert utána, azután a film után én azt gondoltam, hogy gagyi. Hát, igen, nem. De hát jó, de... Mint a gonosz goblinot nézte a telefonját, tudod, jó, én de az instrukciók is ott lehet. Lehet, hogy ott nem tudott mit kezdeni, hogy vágjál ilyen nagyon fura fejed, de legyél ideges és dühös, de mégsis de legyél semleges. De ezt a nagyon szerethető, tökéletes udvarlót amúgy jól játszotta, csak az maga az a film egy zsákutca. Tehát az, hogy te eljátszol egy szerethető, tényleg ízig-vérig, talpig normális embert, akinek nyilván erkölcsileg volt egy botlása annak idején, de egy ilyen egybites szarral mit tudsz kezdeni? Tehát azért ez egy árnyaltabb személyiség. Hát most mit tud mondani? Most akkor lehet megkérdezni, hogy nézem, mint egy torz goblin, így a telefont, azt kérjük, azt kérjük. Föl is vettük, George, köszi. Igen. És akkor, nem tudom, hogy hívják. Tehát, hogy, na,
Igen. Szerintem mi is tömények voltunk itt így egyben. Mi a gondolat erről? Ez film, nem film, ajánlod, nem ajánlod, kiknek ajánlod, kinek nem? Ad egy, mindenképpen ajánlom mindenkinek. Jó az, hogyha egy ilyen görbetükörrel szembesül az ember, szerintem, és fölöltözködik. Uh-huh. Mert úgy gondolom, hogy sokaknak az kell, hogy valaki megmondja ezeket, mert maguktól nem jönnek rá. És szerintem, ha ez a csávó mondja meg neked, az úgy rendben van. Talán azért úgy a humorral, és azzal, hogy önmagával szemben is önreflexíven reagál. Hiteles, ezt tudom mondani. Igen, mert nem ússza meg ő maga sem a poén tárgyát. Tehát, hogy ő, mivel mielőtt bárki terítékre kerülne, kezdi önmagával. Igen, a komedi számmal, a content gyártóssal, hogy megjött a fater, hozta a contentet, gyerekek, én tudom a legnagyobbat, aztán ott a komedisben meg elgondolkozik, hogy most akkor én ezzel a humorral kezdjek-e valamit az életbe, vagy ne kezdjek valamit? Meg azt a kérdést is azért percegeti, hogy van, ez még egy olyan világ, ahol lehet viccelni, vagy nem lehet viccelni. Megmondom őszintén, hogy azért valahol nyilván tudok azonosulni vele, meg te is más vonalon ezzel a sráccal, hogy azért azt gondolom, hogy a stand-up comedynek sem az lenne kifejezetten csak a lényege, hogy végtelenül vicces legyen, mert az önreflexió nagyon hiányzik a legtöbb stand-up comedyből. Nyilván a zene azért az mindkettőnknek nagyon ott van, és azért ebben is egy tehetséges figura, tehát hogy nem tudunk nem együtt rezonálni egy ilyen kritikus és tehetséges emberrel. Nem azért, mert magunkat abba a szintbe tesszük, hanem talán mi is valamilyen szinten. Nekem azért félig meddig a stand-up comedy, hogyha nem is ez a magyar elbaszottságában, de ebben a formátumában azért nagyon tetszik. Nyilván te neked inkább a filmes meg kis ötletei ragadtak meg, tehát hogy azért ez egy nagyon komoly produktum. Nagyon, nagyon, nagyon. Különleges, tényleg. Itt ki lehet jelenteni, hogy erre nem lenne akárki képes. Igen, és nem véletlenül nyertem itt. Igen. És akkor itt lehet azt mondani, hogy rengeteg dalszerző van, meg vannak gondolatai, amit át akarnak adni, de hát azért itt mennyivel több a gondolatébresztés, nem? Igen. De most az a bajom, hogy a legtöbb dalszövegírónál azt gondolom, hogy elolvasom a szövegét, és semmi. És most mondtam azt, hogy kicsit didaktikus itt, ami történik, de mennyi témát szolgáltat meg gondolatot az embernek. Igen. De hogyha maradna mondjuk ez a csávó ezen a vonalon, és elkezdene azon gondolkodni, hogy ez hogy lehetne még átélhetőbb, még húsba vágóbb, még pontosabb, akkor ezt el tudnám képzelni, hogy ez egy még magasabb szintű stand-up comedy-vé tudna nemesedni. Amikor már nem tartja a fontosnak, hogy 8-adjára így nagyon kimondja, hanem úgy finomabban. Hát, mint hogyha azt a cég kritikát. Igen. Ott éreztem a tökéletes, hogy nincs úgy neked megmondva, hogy ez most egy mellé áll, ellene áll, hanem úgy az ügyes. Hát az igen, ügyes. Igen. De olyan kreativitás tükröződik, hogy ahogyan azt a cégnek, azt a kamu cégnek, azt a képi világát, montázsát megcsinálta, és tudjuk, hogy egy ilyen logóért milliárdokat kérnek. Persze. És látszik, hogy otthon pénybe összeüti. Hát ezeket nem lehet nem értékelni. Igen. Szóval azért ez nem tudok erre mit mondani. Ez most valakinek lehet, hogy vagy 10-ből 1, vagy 10-ből 10. De nekem 10-ből 10. Igen, tehát ez nem tudod ezen a két póluson, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez egy 10-ből 7-es, mert nincs ilyen. Nem, ez nálam abszolút 10-ből 10, különleges, egyedülálló, nem látsz ilyet minden nap, még a Netflix kínálatában sincsen még egy ugyanilyen produkció. És azt hiszem, hogy nem is lesz. És profi, és ügyes. Igen. És az, hogy egy ember csinálta az egészet, amit ott látsz, egy személyben mindent, ez meg non plusz ultra. Hát, igen. Azért föl van adva az embernek a lecke. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy valakinek azért nem tetszene, mert amikor egy ennyire kreatív és elképesztő szellemiségű embert lát, akkor lehet, hogy pont nem azt fogja érezni, hogy fú, ez de jó, hanem az egyfajta irigység.
Tehát ez, amit tudod mondani, hogy jaj, irigy vagy, azért mondod, de amúgy ezt, na még ezzel a gondolattal zárnám, aztán menjünk. Hogy ugye mondják, hogy aki negatív dolgot fogalmaz meg, akkor van ez a kontra, hogy ja, mert irigy vagy. De az egónak a működésében, amikor valaki, aki ennyire tehetséges, ugye két járható út van. Az egyik az az, hogy az ember belülről azt érzi, hogy fú, ez a csávó mondjuk mennyivel tehetségesebb, mint én, mert kurva jó hangja van, meg zenéket ír, blablabla, bla, bla. Meg egyébként tök jók a rímei, tehát én azt figyeltem, hogy a rímelésben nem ilyen gagyi szint, amit ő hoz, hanem tényleg nagyon jól összecsengenek a sorok, és ugye akkor ezért elkezdi utálni belülről, és azt keresni, hogy na, hol tudom őt a személyiségében, meg személyében elbuktatni, megbuktatni, és azt mondani, hogy nem tud ez semmit. Tehát ez az egyik vonal. A másik vonal az, hogy az ember mondjuk belátja, hogy fú, ez de jó, hogy megszületett ez a produktum, ettől nem feltétlenül leszek én kevesebb. És ugye rengeteg emberbe elkezd mozgolódni ez a belülről, ez a feszítő, borzalmas érzés, hogy lát egy tehetséges embert, és azt akkor most le kell gyalulni, bazd meg, mert különben kiderül, hogy én ezt semmihez nem értő mély proli vagyok. Na, ezt nem hagyhatom. Na, igen. És ez a probléma, amikor objektíven mérhető valami, és a komment szekcióban nem tudsz olyan produktumot választani, mint tudom, egy Tommy Emmanuel gitározása, hogy abba az meg ki tud belekötni. És ott is van. És ott is van, aki megjelenik, és megmondja. Szerintem szar. Szerintem ez egy nagy rakás szar. És így az meg, így nézed, de mi? Az, hogy négy szólamban meg tud komponálni egyszer gitáron olyan dolgot, amit lehetetlen bazd meg elgitározni, amúgy nekem sem az ízlésemnek megfelelő, ahogyan gitározik, mert én nem ezt a fajta gitározást szeretem, de azért az objektív főhajtás azért az legyen már. És a mai kor embere azt mondja, hogy ez nem létezik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért ezt ekézik, ezt az anyagot. Hogy ez szar. Na, no, szar. De lehet, hogy bennem kéne egy kamerát. Ja. Veled? De, és együtt csinálni. Elindítanám, negyed mondatonként nyomnék egy space-t, és nagyik a fények. Nagy a vágás. Dolgoztam én 4 éve. Nagy a vágás. Nem. Most is van 6-7 felkérésem. 6-7 felkérésem van cégektől, és Gyenge az erőltetett a szöveg, a zenék, akkor nem béna, elhasznált, és hogy van 8-9-10 munkám, és én is dolgoztam vágóként, fényelőként, hangszerelőként, énekesként, persze, producerként, volt olyan vállalkozásom, mint a Netflix, tehát minden részét tudom, nem jó. Ez olyan, mint aki minden zenei stílushoz ért, és ezért magához ragad mindenkit. Ezt hogy érted? Na, de mondjam már. Hát akkor köszönjük a figyelmet. Fejtsük meg, kiről volt szó. Tóth Gabi, sziasztok!